Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak, tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Milyen világban szeretnél élni? A jövőben, mert a jelenben amilyenben élünk, olyanban élünk, de a jövőben milyen világban szeretnél élni? Hát ha jó emberek nem tesznek semmit, akkor mitől lenne jó világ? A rossz emberektől nem várható el, hogy jó világ legyen, nem? Márpedig a Földön a bolygó lakosságának a 20%-a az nem jó ember. És ha ugye ezt már a 90-es években tanultam, hogyha a rossz emberek kerülnek hatalomra, akkor a jó embereknek annyi. Mert a rossz emberek, kiket nevezünk rossz embereknek? Az elnyomókat, antiszociális embereket, meg a rossz emberek. Tehát akik a saját idézőjelben boldogulásuk érdekében másokat elnyomnak. És ha ezek az elnyomók, ezek a rossz emberek kerülnek hatalomra, egyre több és több pozícióban, ezt mondom, már a 90-es években tanították nekem, akkor hát akkor a jó embereknek annyi. Tehát a rossz emberek, az, hogy tisztában legyetek ezzel, az elnyomók mire képesek, hogy kiírtsák szó szerint maguk körül az embereket. Hogy ezt direkt vagy indirekt módon csinálják, ez most részlet kérdés, az mit jelent, hogy nyíltan vagy burkoltan csinálják, az ebből a szempontból nekik részletkérdés. Lehet, hogy te ezt nem hiszed el, hogy így van, de ez így van, ez törvényszerűség. És még arra se gondolnak, hogyha a környezetükben lévő jó embereket kiírtják, akkor ők is elpusztulnának, de eszükbe nem jut. Tehát ők úgy gondolják, hogy ha ennyi baj van a világban, akkor minek ennyi ember? Igen, ám csak a bajt ők okozzák. Ez a probléma. És nem a jó emberek. De a jó embereknek is van egy mulasztásuk, hogy a jó emberek meg nem tesznek igazából azért túl sokat, hogy egy jobb világban éljünk. A jó emberek, mondhatjuk azt, hogy karbatett kézzel várják, hogy hát ha jobb lesz. És akkor ilyenekbe hisznek, vagy bíznak, hogy majd jön mondjuk Jézus, és akkor megoldja, vagy jönnek az UFO-k, és akkor megoldják, vagy földön kívüliek, ugye majd megoldják, vagy istenek jönnek, és megoldják, vagy majd a jó Isten megoldja, tehát de nem ők, nem ők. Tehát az emberek azt gondolják, hogy tőlük nem függ a világ sorsa. De gondold végig, ha mindenki ezt gondolja, hogy tőlük nem függ a világ sorsa, akkor ez az emberiség, ez úgy, ahogy van, tokkal vonulva kipusztul. Érted? Miért? Mert mindenki úgy gondolja, hogy nem tőle függ a világ sorsa. De ha mindenki azt gondolná, a jó emberekről van szó, hogy tőlem függ a világ sorsa, akkor mindenki tenne azért, hogy ez a világ egy jobb világ legyen. Érted? Mert ha az emberek nem tesznek azért, hogy jobb világ legyen, akkor van egy törvényszerűség az egész univerzumban, ez nem csak a bolygóra igaz, az egész univerzumra igaz. Konkrétan az, hogyha valamit nem javítasz, nem fejlesztesz, nem gondoskodsz róla, annak vége, tehát az elmúlik, az tönkre megy, az elromlik, az elpusztul, érted? Annak az jelenti, hogy megszűnik létezni. Megszűnik létezni.
Tehát az emberek nem tesznek azért, hogy egy jobb világban éljünk, akkor megszűnünk létezni, ezt értsétek meg. Megszűnünk létezni. Tehát nézzétek meg, hogy mióta élsz. Miben lett jobb a világ? Amióta élsz, miben lett jobb a világ? Az, hogy több a technikai eszköz, és gyorsabban tudsz közlekedni mondjuk, meg gyorsabban el tudsz valamit intézni. De az nem az életről szól. Gondold végig, amikor lassabban intéztek dolgokat, lassabban közlekedtek az emberek, akkor nem haltak meg annyian. Pont azért, hogy gyorsan közlekednek, érted? Hát most gondold végig, mit tudom, két ember összeütközött, gyalog, abban általában nem haltak bele. Még abban se nagyon, ha két szekér összeütközött, abban se valószínű, hogy belehaltak, mert a két szekér ment mondjuk 5 km per órával, érted? Vagy 6-tal. Abban se valószínű, hogy, hogy belehaltak az utasok. Tehát gondold végig. De hát nem azt mondom, hogy menjünk vissza abba a múltba, hanem azt mondom, hogy gyakorlatilag attól, hogy lett egy technikai fejlődés, nem lett jobb az élet. Ezt kellene megérteni, hogy a technikai fejlődés révén semmivel nem lett jobb az élet. Sőt, akik ugye már abban az időszakban is éltek, amikor még a technikai fejlettség töredéke volt annak, ami most van, azok tudják megmondani igazán, hogy nem azért volt jobb, mert fiatalabb volt az ember. Tök mindegy, hogy egy ember fiatal vagy idős, ha egészséges. Érted? Tök mindegy. És ha jól érzem magát a bőrében, tök mindegy, hogy fiatal vagy idős. Nem az a kérdés, hogy fiatal vagy idős, hanem az a kérdés, hogy megnézi az ember a múltat, és megnézem én akkor, amikor mondjuk 20 éves voltam, hogy milyenek voltak az embereknek a hangulata, amikor a 20 éveseknek, a 30 éveseknek, a 40 éveseknek, az 50 vagy a 60 vagy a 70 vagy a 80 éveseknek, sokkal, de sokkal jobb volt a hangulatuk akkor, mint most a 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 évesnek. És te azt gondolod fiatalként, hogy most egy jobb világban élsz, hát óriási tévedésben élsz. Óriási tévedésben. Nekünk például az nem furcsa, hogy nem lehet azonnal megvásárolni mindent. Lehet, hogy neked fiatalként baromi furcsa, mert te egy olyan életet éltél le, ahol mindent így lehetett megvenni. Érted? Most meg, akkor kell, oda, abba a világban haladunk befele, hogy akkor kell valamit megvenni, amikor van. De ez régen is így volt. Sőt, a történelem során, mondjuk az elmúlt 500 évben mindig így volt, hogy akkor jutottak hozzá az emberek, amikor volt. Nem egész évben, nem állandóan, akkor, amikor volt. Érted? És ez nekünk nem furcsa, hogy mit tudom én, most van, hónap nincs. És akkor lehet, hogy nincs két hónapig. Érted? Az nekünk nem furcsa. Neked furcsa, ha te fiatal vagy. Neked azt tanították, hogy milyen rossz világ volt régen. Ezt volt rossz világ. Aki ezt tanította, hogy rossz világ volt régen, annak ennyit mutatok. Érted? Mert azt érdemli. Sokkal jobb világ volt. Sokkal. Azt mondják, hogy most szabadabbak az emberek? Akkor sokkal szabadabbak voltak. Sokkal. Az, hogy most utazhatsz. És minek akarsz utazni? Minek? Azért, mert otthon nem érzed jól magad? Nem érzed jól magad a pároddal? Nem érzed jól magad a lakásodban? Miért? Hát ott kellene a legjobban érezni. Hát van egy mondás, egy ősi régi mondás. Mindenütt jó, de legjobb otthon. Nem vetted ezt észre? A mai világban mintha azt látni, hogy mindenütt rossz, de legjobb, nem, hol? De legrosszabb otthon, igen.
vagy mindenütt jó, de legrosszabb otthon. Érted? Hát gondold végig. Hát az emberek mindig így éltek. Én emlékszem arra, hogy alig várták, hogy hazaérjenek, hogy sokkal jobban érezzék magukat. Hogy a megszokott dolgokban, megszokott ágyukban, megszokott körülmények között éljenek. Érted? És ott érezték jól magukat a megszokott környezetben. Most az emberek a megszokott környezetben élnek a legrosszabbul. Gondold végig. Hát egy felfordult világban élünk. Nem veszed észre? De és akkor azt gondolod, hogy mit tehetsz azért, hogy jobb világ legyen? Tudod mit? Azzal tehetsz, hogy jobb világ vagy, világ legyen, hogy nem elhűlsz, hanem egyre okosabb és értelmesebb emberré válsz. Érted? Most általános elhűlést látni. Az emberek többsége általánosan elhűlésben van. Szó szerint. Azzal tudsz tenni magadért és másokért, hogy egyre jobban és értelmesebben éled az életedet. Érted? Tehát az azt jelenti, hogy egyre értelmesebb és értelmesebb vagy, és egyre értelmesebb dolgokat csinálsz. Nem egyre értelmetlenebbet. Hát gondold végig. Abban mi az értelem, hogy emberek, hol egy telefon? Itt egy mobiltelefon. Ezt csinálják a nap nagy részébe. Érted? Ezt és közben itt baszogatják. Érted? Szóval mi az értelme annak? Mi az értelme? Mi? Az az értelmes dolog, hogy valahova elmegy, kilép a lakásból, és azonnal fényképeket csinál, és megosztja. És akkor azt várja, hogy tetszikeljék, meg hogy azt mondják, hogy jaj, de jó neked, hogy te ott vagy. Érted? Erre ezt tudom mondani, elmebetegség. Szó szerint elmebetegség. Nem a telefon jelenti az életet, nem a számítógép jelenti az életet, hanem azt, hogy megélsz dolgokat. Érted? Megélsz dolgokat. Hogy tudsz megélni dolgokat? Az emberek azt gondolják, hogy úgy tud megélni dolgokat, hogy elmegy elutazni, és megnéz ilyen várat, olyan építményt, ilyen, mit tudom, beül egy étterembe, ahova. Nem. Tudod, mivel tudsz megélni dolgokat? Mikor jól érzed magad másokkal. Érted? Ha az a más az egy párod, a családod, érted? Vagy más emberek, az most ebből a szempontból részletkérdés. Tehát igazán gondold végig, akkor tudja az ember jól érezni magát, mikor olyan emberekkel van, akikkel jól tudja magát érezni. Világos ez? Tehát az közel nem ad olyan élményt, hogy mit látsz a világban, mint mikor emberekkel jól érzed magad. Érted? Tehát én kipróbáltam, milyen ez, hogy milyen az, hogy mit tudom, elmenni ide-oda nézelődni. Milyen az, hogy egyedül nézelődsz, milyen az, hogy mondjuk a pároddal, vagy milyen az, hogy mondjuk egy olyan csapattal együtt nézed, vagytok együtt, ahol akikkel jól érzed magad. Érted? Akikkel jól tudtok beszélgetni, közös témáról tudtok beszélgetni. Érted? Hát ezt próbálják megölni, gondold végig 2020 óta, hogy te ne érezd jól magad másokkal. Hogy bezárkozz otthon, vagy egyedül menjél. Érted? Egyedül. Nem másokkal, nem csapatban, egyedül. De az ember az nem egy monogám. Érted? Nem egy olyan ember, akinek az egész életét egyedül kell leélnie. Az ember egy társas lény. Évezredek óta társas lény. Mit jelent a társas lény? Az, hogy olyan környezetben éltek, ahol kommunikáltak az ott élőkkel. Érted? Ott élőkkel. Elérték azt, hogy az emberek a környezetükkel ne kommunikáljanak. Jó, én se akarok hülye emberekkel kommunikálni. Megmondom őszintén. De értelmesekkel akarok. Érted?
és az ember nem biztos, hogy meg tudja válogatni a szomszédjait. De a barátait meg tudja. Érted? Azokat meg tudja, sőt a családját is meg tudja válogatni, nem? Hát a párodtól indul el a család. Hát a párodat te választottad, nem? Onnantól kezdve, hogy milyen lesz, egy gyere, milyen lesz a gyereked, az vajon kitől függ? Tőled elsősorban. Tőled. Tőled elsősorban. Ugye, mert te neveled a gyerekedet. Szóval lényeg, gondold végig, hogy mik az értékrendjeid. Mik az értékrendjeid? Mi az értékes dolog az életedben? Az emberek azt gondolják, hogy az anyagi javak az értékesek. Nem, hanem a jó emberi kapcsolatok az értékesek. Érted? És mit kezdesz az anyagi javaiddal? Elkezdesz vele beszélgetni és visszaválaszol? Egy se fog visszaválaszolni. Egy se. Érted? Nem tudja elérni az anyagi javad azt, hogy jól érezd magad vele. Miért? Mert egy oldalú a kommunikáció. Te kommunikálsz vele, ő nem kommunikál veled vissza. Érted? Az ember akkor érzi jól magát, hogyha jó kommunikációban van egy másik személlyel. Érted? És akkor azt gondolják az emberek, hogy az a lényeg, hogy minél több pénz, vagy minél több anyagi javuk legyen. Nem, minél több kiváló emberi kapcsolatuk legyen. Minél több. Oké? Ez lenne a lényege, és ez volt mindig is az élet értelme az emberek számára. Hogy minél több, minél jobb emberi kapcsolat. Tehát most gondold végig, csak azok gondolják végig, akik itt tanulnak, hogy mennyire látjátok azt, hogy mekkora különbség van gondolkodásban az emberek közt. Mert akik nem tanulnak itt, ezt nem látják. Mert azt látják, hogy olyan hülyék, mint te vagy. Az emberek. Érted? Akik nem tanulnak itt. Szó szerint. Szó szerint. És akkor tök jól el vagy a hülyékkel, a hülyék közt. Érted? És ha nem tetszett neked most, hogy ezt mondtam, sorry, nem érdekel, megmondom őszintén. Nem érdekel. Mert ugye mit jelent a hülye? Azt jelenti, hogy buta, tudatlan. Érted? Ezt jelenti. Nem hiszed, nézz utána az értelmező kézi szótárban. Oké? Tehát lényeg az, hogy akik itt vannak, látják, hogy mekkora különbségek vannak gondolkodásban az emberek közt. Hogy mekkora tudatlanság van a világban. És addig, míg én is nem fejlesztettem magam, én se láttam. Azt hittem, hogy az a normális. Azt hittem, hogy az a normális. Nem az a normális. Az a normális, amikor szembe jön veled egy helyzet, és meg tudod oldani. Szembe jön veled egy ember, aki mondjuk hajlamos arra, hogy mondjuk konfliktust idézzen elő, akkor meg tudod oldani. Érted? Hát az a normális, hogy az emberrel bármilyen dolog szembe kerül, beleértve magát az embert is, akkor az normális kapcsolat legyen avval a valamivel. Érted? Normális. És nem az, hogy úgy reagáljunk, mint hogy az emberek általában reagálnak. Mert ha megnézed, az emberek mintha nem tudnának már gondolkodni, hanem az életük egy nap mint nap reagálás, reakció. Valamire reagálnak, érted? De a reagálás mögött nincs gondolkodás, az egy ilyen állatszerű működés. Nehogy már valaki azt mondja, hogy az állat az értelmes. Tudod, ki az értelmes, aki tud gondolkodni?
Az állat az nem ő, az állat az. Csak hogy tisztában legyünk, nekünk még így tanították annak idején. Attól, hogy most te az állatot ugyanolyan személynek tekinted, mint te saját magad, az azt jelenti, hogy ha az barom, akkor te is az vagy. Ha az egy marha, akkor te is az vagy. Érted? Ilyen egyszerű. Az állat az nem ő, hanem az. Világos? Attól függetlenül, hogy nevet adtál neki. Attól nem egy ember. Nem egy értelmes lény. Próbálj már hozzá beszélni, és akkor hát, ha válaszol. És akkor nézz rád bambá, hogy mi a francot akarsz tőle, érted? Egy ember legalább értelmes tud lenni, ha akar. Értelmes tud lenni. Tehát gondold végig, térjünk vissza oda. Milyen világ lesz ez, hogyha az emberek nem tesznek semmit azért, hogy egy jobb világ legyen? A jobb világ tudod, hogy jön el? Hogy egyre értelmesebbek az emberek? Nem az értelem nem azt jelenti, hogy ó, hát én már a kvantum fizikáról előadást tudok tartani. Érted? Nem ezt jelenti az értelem. Nem azt jelenti az értelem, hogy mondjuk egy fizikai egyenletet, vagy egy matematikai egyenletet meg tud oldani. Nem ezt jelenti az értelem. Mert kérdezem én, életedben mondjuk két ismeretlenes matematikai egyenletet az iskolán kívül hányszor kellett megoldanod? Hányszor? Soha egyetlen egyszer se. Érted? Az iskolán kívül. Mikor használtad az iskolán kívül azt, hogy színusz, koszínusz, tangens, kotangens, mikor használtad? Soha életben. Érted? Tehát nem az a lényeg, hogy az iskolákban mit tanítanak, hanem az a lényeg, hogyha veled szembe jön egy probléma, hogy tudod megoldani? Érted? Hogy oldod meg? Ez a lényeg. Hogy látod át a dolgokat? Mennyire tudnak hazugságokkal elárasztva, hogy elhitt a hazugságokat? Érted? Mennyire tudják ezt megcsinálni veled? Hogy minél több hazugságot elhiggyél. Ma az emberek úgy hiszik el a hazugságokat, ahogy soha életben, még a Rákosi korszakban sem hitték el így a hazugságokat, mint manapság. Soha. Érted? Tehát én még annyi hazugságot, amit az emberek elhisznek, soha életemben, még a történelemben sem, a történelmi tanulmányomban sem találkoztam. Nagyon egyszerű. Miért nem lehetett régebben hazugságokkal így elárasztani az embereket? Mert nem volt ilyen jellegű média. Oké? Mi volt? Hát volt a száj hagyomány, tehát a száj beszéd, ami azt jelenti, hogy híreket beszédben mondták el az emberek. Ha nem beszéltek egymással, akkor nem voltak hírek. Általában milyen híreket hallottak? Ami ott volt a környezetükben. Ami távoli hír volt, arról mit se tudtak. Semmit nem tudtak. Majd lettek az újságok. Már aki megvette annak. Aki nem vette meg az újságot, annak nem volt újság. Oké? És onnan, hogy elindult a rádió, onnan jött az igazi manipuláció. Onnantól. Jött utána a tévé, majd jött az internet. Szépen sorba. Oké? Persze már a mozival is manipuláltak, csak azért annyian nem jártak moziba, mint amennyien hallgattak rádiót. Nem jártak annyian moziba, mint amennyien nézték tévét. És ez a 100 év az, ahol soha annyi manipuláció nem történt, mint ebben a 100 évben. Ha visszamegyünk, mondjuk, hát én állítom azt, hogy 4000 évet akár. Elmúlt 4000 évben nem volt annyi manipuláció, mint ebben a 100 évben. Nyilván a 100 év előtti 4000 évet nézzük.
Oké? Mint amennyit most csináltak itt az elmúlt 100 évben. És ugye az mit jelent? Hogy azt mondanak neked a hírekben, az információkban, amit akarnak. Utána tudsz járni? Nem. Mert egyszerűen ugye van egy algoritmus, ami alapján működik mondjuk az internet. És mit dob föl? Milyen híreket dob föl? Olyat, amit folyamatosan nyomnak és sokan néznek. És olyat, amit keveset néznek, mert kevés felrakott olyan információ van, az hátul van. Azt az emberek nagyon nehezen találják meg. Érted? Ezáltal ugye az internet így működik, hogy azokat a híreket tudod nézni alapvetően, amit ők akarnak, hogy néz. A tévé meg még inkább ilyen, mert a tévében meg van határozva, hogy aki a hírt szerkeszti, milyen hírt szerkeszthet. Aki a hírt bemondja, milyen hírt mondhat be. És csak felolvashatja, nem tehet hozzá egy szót se. Világos ez? Mert kirúgják. Ez mióta a rádiózás elkezdődött, ez így működik, hogy a bemondók, ha nem azt mondják, mint ami föl van nekik írva, vagy le van nekik írva, akkor kirúgják őket. Érted? Tehát gondold végig, hogy egyszerűen olyan hírek vannak, aminek nem tudsz utána nézni. Nem tudod megnézni azt, hogy vajon ez mennyire igaz, vajon ezzel kapcsolatban vannak-e ellentétes hírek. Vagy minden hírnek utána tudsz járni, úgyhogy van annyi pénzed, hogy gyorsan oda repülsz? Hogy tényleg valós-e a hír? Nem, hát nem tudsz. Senki nem tudja ezt megtenni. Ezáltal ugye mit csinálnak az emberek? Elfogadják azt, amit mondanak. Persze a híreknek lehet, hogy van valóság alapja. Ami azt jelenti, hogy mire a hír hozzád kerül, az mondjuk 90%-ban már nem az, ami a hírnek az alapja. Érted? De ezt egyébként simán lehet látni, hogyha híreket nézel, hogy elolvasod a címet, azzal fölkeltik a figyelmedet, és utána elkezded olvasni a cikket, és már nem is érdekel, mert teljesen másról szól, mint ami a főcím volt. Világos ez? Tehát csak erre, ha gondolsz, erre az egy dologra, hogy a címmel felkeltik a figyelmedet, hogy elkezd olvasni a cikket, és utána a cikkben teljesen más van, mint ami a főcímben. Érted? Lehet, hogy pont az ellenkezője van a cikkben, mint ami a főcímben. Szóval érdekes világban élünk, ugye hogy lehet ezeket megoldani? Hát vagy van olyan képességed, hogy tudod szűrni a igazat meg a hazugságot. Vagy ha nincs, hát akkor az a legjobb, mint régen, hogy az ember nem olvas híreket, meg nem hallgat híreket. Ez a megoldás. Érted? Tehát most gondold végig, hány jó hírrel találkozol, bármilyen hírekkel foglalkozó médiában. Tehát arányaiban, arányaiban. Hány százalék lehet? Nulla. Tehát gyakorlatilag nagyon minimális, nagyon minimális. Tehát az ember egy érzékekkel rendelkező lény. Gondolom ezt tapasztaltátok, nem? Ki az, aki úgy gondolja, hogy vannak érzései? Tegye már fel a kezét. Okay. Ki az, aki azt gondolja, hogy neki aztán nincsenek érzései? Jó, senki. Okay. Tehát az ember egy érzékekkel rendelkező lény, és az érzékek úgy működnek, hogy az érzékekre hatnak a pozitív dolgok,
és hatnak a negatív dolgok. A pozitív dolgok az érzékekre javulást idéznek elő. A negatív dolgok az érzékeléseinkre romlást idéznek elő. Mit jelent a romlás? Ez azt jelenti, hogy az ember, ha jó híreket kap, akkor jobb hangulatú lesz, ha rossz híreket kap, akkor rosszabb hangulatú lesz. Tehát ez általános. Ha nem lennének érzékelésünk, tehát ilyen típusú érzékelésünk, tehát most nem a szemedre gondolok, meg a füledre, meg a ízlelésedre, tapintásodra, szaglásodra, nem erre gondolok, hanem az érzelmeidre gondolok, tehát ha nem lennének érzelmeid, akkor nem befolyásolna a jó hangulat, és tehát a jó hír, és nem befolyásolna a rossz hír. Akkor ugyanolyan, mivel érzelemmentes lennél, ugyanúgy olvasnád a rossz hírt, meg a jó hírt. Hidd el, hogy ez így van. Tehát tök mindegy, hogy jó hírt olvasnál, most ez elég hihetetlen, mert azért hihetetlen, mert most az érzelmeid miatt nem így van. Világos ez? De ha nem lennének érzelmed, csak értelmed, akkor nem javítani rajtad a jó hír, és nem rontana a rossz hír. Világos ez? Tehát ugyanolyan érzéssel, most idézi ebbe az érzéssel, mert nincs nem lenne érzésed, olvasnád azt. Tehát léteznek ilyen emberek, elvétve, akiknek nincs érzelmük. Tehát vannak ilyenek, és hidd el, hogy pont így működnek, hogy ha jó hírt hallanak, ha rosszat, ugyanolyan érzelemmel viszonyulnak hozzá. Világos ez? Egyébként van ilyen hangulat, amikor ez nagyon hasonlóan működik az embernél. Létezik ez az unalom körüli hangulat. Tehát mikor egy unalomban lévő híreket olvas, az szinte mindegy neki, hogy jó hírt olvas, vagy rossz hírt, ugyanan unalommal olvassa. Oké? Tehát van ilyen, de az nem azt jelenti, hogy attól még annak a személynek nincsenek érzései. Világos ez? Tehát még egyszer, hogyha nem lennének érzéseink, akkor tök mindegy, hogy milyen hírt olvas az ember, vagy néz. Világos ez? Na most akkor nézzük ezt tovább. De vannak érzelmeink. Erről azt érdemes tudni, amit az imént már elmondtam, hogy egy jó hír javít az érzéseiden, tehát jobban fogod tőle magadat érezni, egy rossz hír, től pedig rosszabbul fogod magad érezni. Na most, ha megnézzük az arányokat, hogy mennyi a rossz hír a világban, és mennyi, amit közvetítenek feléd, mert én nem hiszem, hogy kevesebb jó dolog van a világban, mint amennyi rossz, de mégis ugye a rossz dolgokat közvetítik feléd. Oké? És te hallod, vagy nézed a rossz dolgokat, és az hat negatívan az érzéseidre. Tehát ezáltal rosszabb hangulatú leszel. Na most, a következő is egy, tehát ez egy törvényszerűség. A következő is egy törvényszerűség, hogy az ember úgy működik, hogyha rossz hangulatban van, mindegy mi miatt, akkor nem tud reálisan gondolkodni. Magyarul nem tud a helyzetnek megfelelően gondolkodni és cselekedni. Tehát nem képes rá. Ahhoz, hogy az ember a helyzetnek megfelelően gondolkodjon és a helyzetnek megfelelően cselekedjen, ahhoz jó hangulatba kell lennie. És ha egy ember nem a helyzetnek megfelelően gondolkodik és nem a helyzetnek megfelelően cselekszik, akkor mi történik? Hibázik. És a hibából létrehoz egy következő problémát magának, illetve másoknak. Világos ez? Tehát így működik. Tehát azóta, mióta az emberek hallgatják a rossz híreket,
azóta sokkal, de sokkal többet hibáznak. Világos ez? És mivel sokkal többet hibáznak, sokkal több problémájuk van. Sokkal több problémát élnek meg. Világos ez? Tehát ebben a világban, ahol ugyanannyi hír van mindenkinek, ugyanannyi jó hír, rossz hír, tehát kevés jó hír, nagyon sok rossz hír, mégis meg lehet azt csinálni, hogy sok ember rossz hangulatban sok problémát okoz magának és másoknak, kevés ember jó hangulatban nem okoz problémát magának és másoknak. Ezt meg lehet csinálni. És az emberek ezt meg is csinálják. Tehát akik hagyják azt, hogy lehúzzák a hangulatukat, azoknak sok problémájuk van. Akik nem hagyják, hogy lehúzzák a hangulatukat, azoknak nincsenek problémáik. Nekik feladataik vannak. Világos ez? Óriási különbség van a probléma és a feladat között, látszólag ugyanaz. Nem. Mert teljesen más, ugyanabban a dologban az embernek a hozzáállása. A problémázás, az tudod mit jelent? Azt jelenti, hogy jaj Istenem, miért pont velem történt, hogy fogom ezt megoldani, lehet, hogy sehogy, jaj Istenem, ez a siránkozás. Oké? És akkor mit csinál még emellett az ember? Az a hülye csinálta nekem, meg az a hibás, meg ez, meg az, csak ő maga nem. Világos ez? Ez a másik, ugyanehhez a dologhoz tartozó hozzáállás. A feladat pedig azt jelenti, hogy ugyanaz a probléma jön egy jó hozzáállású embernek, akinek jó a hangulata, ugyanaz a feladat, ugyanaz a probléma, csak ő azt mondja, hogy hoppá, jött egy feladat, meg kell oldani, és nekiállok és megoldom. Ez a különbség. Érted? Ez a különbség. Én látok emberek működését most már 36 éve. 36 éve kezdtem el az emberekkel való foglalkozást, és tudatosan az emberekkel 93 óta foglalkozok. Tehát tudatosan. Addig ugye én nem tudtam, hogy emberekkel foglalkozok, csak emberekkel foglalkoztam. Jó, és amikor tudatosult bennem, hogy emberekkel foglalkozok, na onnantól más lett a helyzet. Tehát 93-tól, akárhogy nézzük, az is 30 éve, foglalkozok emberekkel. De nehogy azt hitt, hogy kevéssel, nem sok olyan ember találsz a bolygón, aki több emberrel foglalkozott már, mint én. A bolygón, nem Magyarországon, a bolygón. De most onnantól kezdve, hogyha engem megpróbálsz leértékelni, akkor keress olyan embert a bolygón, aki több emberrel foglalkozott a bolygón, mint én. Jó? Ilyen egyszerű. És akkor onnantól kezdve gondolkozz el azon, hogy vajon kinek van több tapasztalata, az, aki sokkal több emberrel foglalkozott, vagy aki lényegesen kevesebbel. Maradjunk ennyibe. Szóval lényeg az, hogy 30 éve foglalkozok emberekkel, és megfigyeltem, hogy az emberek hogyan működnek. Sőt, mondhatjuk azt, hogy az emberek megfigyelése az hosszú évtizedek óta a hobbim. Érted? Szó szerint. És az emberekkel, hogy megfigyelem az embereket, nem csak annyi történik, hogy megfigyelem őket, hanem az emberekkel képzeld el, történnek dolgok. Ez biztos te is tapasztaltad, hogy történnek dolgok, nem? És képzeld el, ezáltal meg tudom figyelni a velük való történéseket is. Hogy mi történik velük. Tehát nem csak az embereket figyelem meg, hogy hogy viselkednek, hanem hogy mi történik velük. Milyen élethelyzetbe kerülnek. És annak révén, hogy milyen élethelyzetbe kerülnek,
ugye látom azt, hogy mennyire tudják vagy nem tudják megoldani az élethelyzetet, amibe kerültek, és mitől függ, hogy meg tudják oldani vagy nem tudják megoldani. És ugye ezt nem csak megfigyeléssel sajátítottam el ezeket a dolgokat, hanem úgy is, hogy rájöttem, hogy a helyzetek megoldásának törvényszerűségei vannak. Ami annyit jelent, hogy törvényszerűség az, előre meg tudom mondani, akár egy embernél, hogy meg fogja oldani azt a problémát, vagy azt, hogy nem fogja megoldani azt a problémát. Oké? Tehát előre, nem utólag, előre. És tehát abból a tanulmányozásból, ugye, és a helyzetek tanulmányozásából is szépen összeállítottam azt, hogy mitől függnek, hogy egy ember megoldja a problémáit, vagy nem oldja meg a problémáit. És ez mind törvényszerűség, tehát nincs ebbe olyan, hogy azt gondolja az ember, hogy hát biztos ez így van az esetek egy részében, de az esetek egy másik részében nem így van. Na most én azt tudom mondani, hogy amit az általános iskolában is tanultunk, hogy a kivételek max erősítik a szabályt. De azok csak kivételek. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy a kivétel az mindig hébe-hóba. Ezt tudod, mi a kivétel? Ugye a holló az fekete. És akkor mondják, hogy ritka, mint a fehér holló. Oké? Okay? Tehát a fehér holló az a kivétel. Na hát, így van, de ez ritka. Hát biztos van, én még sose láttam fehér hollót, de biztos van, ha a mondás mondja, hogy ritka, mint a fehér holló, akkor biztos van. Hát valószínű albino, albino holló, igen. Szóval lényeg, hogy gondoljuk végig, hogy az ember attól, hogy nem ismeri az emberekkel kapcsolatos törvényszerűséget, nem ismeri a helyzetekkel, tehát a helyzetek az már nem az ember, hanem az élet, és nem ismeri az élettel kapcsolatos dolgokat, attól még nem azt jelenti, hogy nem lehet ismerni. Én nekem ugye sok évembe tellett, 36 évembe, hogy azzal a tudással, amivel most rendelkezek, rendelkezzek. De azok, akik ugye itt tanulnak, ezt a tudást a töredék idő alatt el tudják sajátítani. Miért? Mert ők tanulhatnak úgy is, hogy nem kell megfigyelni. Nem kell tapasztalatot gyűjteni, hanem egyszerűen csak használni kell a tudást. Használni. Tehát nem kell kísérletezni, mint amit én csináltam. Sajnos, akármilyen hihetetlen, tehát amikor az elején, még régebben, emberekkel is kísérleteztem, most ne orvosi kísérletre gondolj, vagy ilyesmire, hanem azzal, hogy akkor most tedd ezt, vagy tedd azt, vagy tedd amazt, és akkor figyeltem, hogy annak mi lesz a következménye. Ez egy kísérlet volt, érted? Tehát ami azt jelenti, hogy figyeltem, hogy annak mi lesz a végeredménye, jó vagy rossz, és leszűrtem a tapasztalatot. Miért? Mert még nem tudtam biztosan azt mondani, hogy ezt tedd, ennek jó lesz a végeredménye. Érted? És nem mostani időszakról beszélek, hanem régi időszakról. Hiszen 91-től van saját csapatom, és 93-tól tanítok, vezetek embereket. Tehát vezetek embereket. És tanítok is természetesen. Tehát ezáltal volt lehetőségem arra, hogy hát ha valamiben nem voltam biztos, akkor kísérleti jelleggel tudtam mondani, hogy tedd ezt, aztán vagy jó lett, vagy nem lett jó a végeredmény. De most már nem így működik, hanem úgy működik, hogy tudom, hogy milyen cselekvésnek mi lesz a végeredménye, ha a cselekvést az illető végig csinálja. Világos ez? Na most egy olyan képzési rendszer dolgoztam ki,
amely gyakorlatilag hát oda tartunk, hogy 9 éves képzést ad. Tehát 9 év alatt él meg az ember egy ciklust. Ugye a nőknél ez általában egy hónap. Egy ciklus, de azt úgy hívják, hogy menstruáció. Jó? Tehát most ne erre a ciklusra gondoljunk, hanem egy olyan ciklusra, hogy 9 évente ismétlődik. Oké? Tehát 9 évente. És az alatt a 9 év alatt évente kell olyan dolgokat megélned, és helyesen megélned, mert ha nem helyesen éled meg, akkor nem tapasztalod meg a helyes és a helytelen közti különbséget. Oké? És az ember éves ciklusban van, születésnapjától születésnapjáig van egy-egy ciklus. És az azt jelenti, hogy ezek a ciklusok 9 évente ismétlődnek. Azért, tehát ha megnézed, akkor nyugodtan visszaoszthatod a születési évedet. Tehát, hogy hány éves vagy. Azzal visszaoszthatod 9-el, és akkor kiderül, hogy hány 9 éves ciklust éltél már meg. Függetlenül attól, hogy milyen volt az első éves ciklusod. Tehát mit tudom én, mondjuk valaki 63 éves, akkor 7 ciklust élt már meg, 7-9 éves ciklust. Valaki 18 éves, akkor 2 ciklust élt már meg. És ugye azért vannak ezek a ciklusok, hogy az ember megtanulja a helyes és a helytelen közti különbségeket. Tehát ebben egy minden éves ciklusban előre látható, hogy milyen ciklusban van az illető, és milyen dolgokat fog kapni, ez is előre tudható, és amiket kap az ember, azt lehet helyesen megoldani, vagy lehet helytelenül nem megoldani. Oké? Mert olyan, hogy helytelenül megoldasz valamit, az nem megoldás. Oké? Az lehet, hogy ezt mondták neked a iskolákban, hogy na most ezt ön helytelenül oldotta meg. Ha valamit helytelenül oldasz meg, az azt jelenti, hogy nem oldottad meg. Tehát helyesen megoldani dolgokat csak egyféleképpen lehet. Tehát most gondold végig, mikor tanultad elsőbe vagy másodikba, hogy mennyi mondjuk 5 meg 8, ha azt írtad oda, hogy 13, akkor azt mondták, hogy helyesen megoldottad. Ha azt írtad oda, hogy 12, akkor azt mondta a tanár, hogy nem oldottad meg helyesen. A helytelen megoldás az nem megoldás. A megoldás az 5 meg 8-nál az csak egyetlen egy dolog, a 13. Az nem 12 és fél, nem 13 és fél, az pont 13. Világos ez? Tehát a megoldás az mindig az azt jelenti, hogy az a cél, aminek ott teljesülni kellett, az, vagy kellett volna, az teljesül. Érthető ez? Az nem megoldás, ha valami hibás. Veszel egy hibás tévét, nézheted azt a tévét, csak nem lesz rajta semmi. Érted? Hát azt is lehet nézni, a hibás tévét, csak nem lesz rajta semmit. Azt látod, hogy fekete. Közben ott ülhetsz és nézheted. És mondhatod azt, hogy van egy tévém. Igaz, hogy nem jó semmire, legfeljebb szobadísznek, de másra nem jó. Érted? Na ugyanígy van az életünkben. Ha nem jól működik valami, nem azt a célt valósítja meg, amilyen célra az van, akkor az nem megoldás, nem helyes.
Világos ez? Tehát ahhoz, hogy az ember szépen végigélje ezeket a ciklusokat, ugye, és minél hosszabban él, annál több ciklus tud megélni, annál többször tudja ugyanazt a ciklusokat gyakorolni, érted? És ha esetleg az előző ciklusban ugyanazt a ciklust, amiben éppen most vagy, elszúrtad, akkor most javítani tudsz, érted? Ha ebben még mindig nem vagy elég jó, akkor a következő 9 év múlva ugyanazt a ciklust javíthatod, érted? Az embereknek fogalmuk nincs, hogy ilyen van az életben, ezért azt gondolják, hogy ó, hát már leéltem x évet, ó, hát már mennyit éltem, már mehetek meghalni. Ez nem így működik, ez úgy működik, hogy minél több 9 éves ciklust megélsz, annál jobb. Világos ez? Még egyszer mondom, annál jobb, mert annál többször begyakorolhatsz egy-egy éves ciklusodat. És nagyon érdekes, mert mikor ezeket a ciklusokat vizsgáljuk, azok, akik ehhez értenek már, ugye, akik itt tanulnak és tanulták ezeket a dolgokat, akkor azt is látjuk, hogy tényleg úgy van, hogy abban az évben, amikor bekerül az ember az 1-től 9-ig ciklus valamelyikébe, akkor tényleg azokkal utólag értékelve, mi az utólag értékelés? Hát amikor befejeződött az a ciklus, az az egy év, utólag értékelve azt mondja az ember, hogy tényleg azok történtek velem, ami arra a ciklusra vonatkozik. Oké? Hát nyilván, ha ezt nem értékeli ki valaki, mert nem ért hozzá, akkor nem tudja ezt elmondani. Jó, és utólag ki lehet értékelni, hogy vajon mennyire cselekedtem helyesen, vagy mennyire, hát nem ezt tettem. Oké? Na most ez csak egy példa. Gondoljátok végig, itt vagyunk az életünkben, ha az embernek van tudása, akkor sok mindenre rájöhet. Nem csak arra, hogy miért született le, nem csak arra, hogy mi az élet értelme, hanem például ilyen dolgokra is, hogy mire figyeljen évről évre az életében. Érted? Mert minden évnek külön feladata van, külön tanítása van, minden egyes évednek külön-külön tanítása, és 9 évente ismétlődik az a tanítás. És nyilvánvaló, hogyha valaki mondjuk meghal 27 éves korában, úgyhogy leélt 3 ciklust, az nyilván nem fog annyi tapasztalatot szerezni, mint aki mondjuk meghalt 90 éves korában, és leélt 10 ciklust. Érted? Nyilvánvalóan. Tehát itt vagyunk egy olyan világban, ahol az embereknek egyáltalán nem fontos, az emberek nagy részének, nagyon nagy részének egyáltalán nem fontos a tudás. És tudod, miért nem fontos? Mert nem tudják azt, hogy miért kellene fontosnak lenni. Ilyen egyszerű. Fogalmuk nincs, hogy miért kellene fontosnak lenni a tudásnak. Mert ezt nem mondják meg, a hírekben ez nem szerepel, hogy miért kellene fontos lenni, hogy tudj. Érted? Nem, ez ilyen nincs. Tehát ilyen hírek nincsenek. Tehát a tudás azért kellene, hogy létrejöjjön az emberbe, hogy az, amiért leszületett, teljesüljön. Ezt úgy hívják, hogy beteljesülés. És akkor megmutatom, hogy az mi. Jó? Mi az, hogy beteljesülés?
van fönn az a szó, hogy beteljesülés. Tehát akkor tud az ember beteljesülni, hogy teljesül azért, amiért leszületett. Világos ez? Tehát amiért leszületett. Mi született le? Nem a testet született le. Hát az anyukádból fej, meg apukád rémi mevő közbejátszásával fejlődött ki. Oké? De elsősorban ugye anyukádból jöttél létre, nem apukádból. Na szóval, nem a testedről van szó, hanem a lelkedről. Mit keres itt? Van egy küldetése. Mi ezt tanuljuk, hogy kinek mi a küldetése. A múltkor beszéltem is róla. Nem sok előadással ezelőtt, úgyhogy érdemes visszanézni azt, hogy kinek mi a küldetése. És ha a küldetésed teljesíted, akkor jutsz a beteljesülés szintjére. Minél inkább nem teljesíted a küldetésed, annál távolabb kerülsz a küldetésedtől, tehát a beteljesüléstől. Ez azt jelenti, hogy itt a nyugati társadalomban az emberek tömegei ezen az egyes szinten, lelki szinten, ugye megnézed, lelki fejlődés szintjei, ezen az egyes lelki szinten hagyják el a földi létüket. A nagy része a nyugati társadalomban. A nyugati társadalom, ugye az a Európa, Észak-Amerika és Japán. Oké? A nyugati társadalom ide tartozik. Tehát Japán keletre van, de mégis ugye úgy működnek ott is már az emberek, mint a nyugati társadalmakban. És gondold végig, ezekben a társadalmakban azt gondolják, hogy nincsen, hogy lelki fejlődés. Csak ezt tudod, hogy működik? Ez úgy működik, hogy amilyen lelki szinten, tehát ezzel lehet ide-oda menni. Tehát lehet, hogy magasabb lelki szinten születtél, mint amit itt mondtam, ez az egyes. Sőt, ugye meg tudjuk állapítani, hogy ki milyen lelki szinten született. Mert ezt is tanuljuk. És ezzel lehet lefele, főfele mendegélni ide-oda. Tehát lehet lejjebb csúszni, feljebb csúszni. Csak tudod, mi a baj ezzel? Hogy amikor a lelked a következő születést fogja választani, akkor azon a szinten fogsz újra születni, lelki szinten, amilyen lelki szinten elhagytad ezt a földi létet. Oké? És akkor így már világossá válhat esetlegesen, hogy miért vannak ilyen hatalmas különbségek az emberi születések között. Hogy miért van az, hogy valaki sokkal jobb körülmények közé születik, és miért van az, hogy valaki sokkal rosszabb körülmények közé születik. És itt most nem az anyagi körülményekről beszélek elsősorban, hanem a családi körülményekről. Mert nyilván a családi körülményeknek valamilyen szinten közrejátszik a családi körülményekben a pénz is, de nem teljes egészében, hanem csak egy kis részben. Tehát ami azt jelenti, hogy bizonyára te is látod, hogy nem egyforma körülmények közé születtek az emberek. Valakik nagyon nehéz körülmények közé születtek. Valakik meg nagyon könnyű körülmények közé születtek. Tudod miért? Attól függ, hogy az előző életében milyen lelki szinten hagyta el a földi létet. Érted? És az azt jelenti, hogy a következő életében amilyen lelki szinten elhagyta, olyan lelki szintre születik. Tehát most gondold végig, mondjuk valaki megszületett a valahova tartozás lelki szintjén,
de hagyja magát manipulálni, befolyásolni, hagyja magát, hogy befolyásolják a rossz hírek, és végül a túlélés szintjén hal meg. A következő életében már nem a valahova tartozás szintjén, lelki szintjén fog születni, hanem a túlélés lelki szintjén. Ami azt jelenti, hogy a következő élete sok születésétől fogva sokkal nehezebb lesz, mert ha megnézed a születésünk, hogy milyen családba születtél, az meghatározza, tehát a szüleid meghatározók az életedben. Hát gondold végig, hogy mennyivel jobb annak az élete, aki egy teljes családba születik be, normális szülőkkel, mint az, akit mondjuk csak megszül az anyja, nincs apja, azt se tudja ki az, és utána beadja egy lelencházba. Érted? Gondold végig, mekkora különbség az. Csak két végletet mondtam. És közte is óriási különbségek vannak. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy az ember mit tud ezekről a dolgokról. De lehet, hogy te, aki most hallgatsz engem, úgy gondolod, hogy ez téged nem annyira izgat, hanem pedig kellene. Kellene. Ráadásul, ha az ember a beteljesülés szintjén hagyja el a földi létet, akkor kap egy választási lehetőséget. Csak kizárólag azon a szinten. Hogy milyen formában akar tovább élni a következő életében. Ami azt jelenti, hogy milyen forma. Az egyik forma az, amikor törlik az előző életi tudást, és inkarnálódik az illető ide a földre. A másik forma, amikor nem törlik a tudást, és nem inkarnálódik az ember emberi testbe. Mármint az emberi tehát a lelke az illetőnek nem inkarnálódik ide a földi testbe. Választhat. Ő saját maga tudatosan választhat. Érted? De ebbe se kell neked hinni. Én tudom, hogy hogy működnek ezek a dolgok. Próbáld megcáfolni, úgyse tudod. Jó? Ennyi. Szóval lényeg az, hogy gondold végig, mondjuk valaki úgy hagyja el ezt a földi létet, hogy nem a túlélés szintjén, hanem mondjuk az önmegvalósítás szintjén. És beszületik egy olyan családba, ahol az önmegvalósítás szintjén születik, és a családtagok is az önmegvalósítás szintjén vannak. Érted? Tudod, mekkora előny ez egy olyan születéssel szemben, ami mondjuk a túlélés vagy a biztonság szintjén történik? Nem lehet összehasonlítani. Egyszerűen összehasonlíthatatlan. És még nem is a igen magas szintet mondtam, csak mondjuk a ötöst. Érted? Tehát ugye itt a második tartományt. És miért bontjuk ezeket ilyen vonalakkal külön? Hát azért, hogy világos legyen, mert itt egyetlen egy dolog dominál a gondolatokban, ebben a két szinten. Az anyag. Semmi más, csak az anyag. Minden, ami az anyaghoz kötődik. Ezeken a szinteken már beindul a szellemiség, a gondolkodás. Oké? Mert a szellemiség egyenlő gondolkodás. Tehát itt nincs gondolkodás, az ember azt hiszi, hogy gondolkodik ezeken a szinteken. Felejtsd el. Ott ösztönök vannak. Itt minden ösztönösen működik. Itt már beindul a gondolkodás, minél följebb jutunk, annál nagyobb arányban. És ahogy a gondolkodás belép az ember életében, az anyag szerepe úgy tolódik hátrébb.
Világos ez? És ha tovább lépünk ezen vonal fölött, ott a hatosnál már a gondolkodás az, ami dominál teljes egészében, az anyag az már csak egy kiszolgáló. Érted? Semmi más. Az anyag semmi más, nem cél, hanem eszköz. Oké? És minél följebb megyünk ott is, a 6-osról 7-esre, annál inkább dominál a gondolkodás, és annál inkább teljesen háttérbe szorul az anyag. Tehát az anyag az nem cél egy magas szellemi ember számára, nem a termetére magas, érted, hanem a gondolkodásában magas, hanem eszköz. Érted? Ha te azt akarod, hogy vagy úgy gondolod, hogy szellemi emberré akarnál válni, akkor onnan tudod megkülönböztetni a szellemi embert a többitől, hogy milyen mértékben gondolkodik. Az anyagi ember az nem gondolkodik, hanem ösztönösen cselekszik. Oké? És az ösztönös cselekvéshez hozzátartozik ez a hiszem, ha látom, hiszem, ha meg tudom fogni, ha hiszem, ha meg tudom nyalni, érted? Satöbbi, satöbbi. Így van, nem véletlenül mondtam, így van. Működés dominál, érted? Nincs gondolkodás. Tehát az ember, ha gondolkodna, gondold végig, akkor nem lenne szolga. Tehát nem lenne szolga. Ha az ember gondolkodik, akkor rájönne arra, hogy ő annál sokkal több, mint egy szolga. Érted? Tehát magyarul rájönne arra, hogy a gondolkodás révén, tehát ugye nézzük a két végletet. Szolga, az az egyik véget. Jó, mondhatnánk, hogy rabszolga, de most hagyjuk békén, egy kutya. Jó, tehát szolga, másik vége, teremtő. Érted? Teremtő. A szolga az az ösztönös működés. Nincs gondolkodás. Egy szolgának mindig meg kell mondani, hogy mit csináljon. Nem tud magától kitalálni semmit. Van egy feladat, és ha nem mondják meg neki, hogy mit csináljon, ott áll vagy ül bambán, és nem cselekszik. Ez a szolga. Érted? A teremtő az egyszerűen gondolkodása révén kitalálja, hogy mit kell tenni. Érted? Óriási különbség. A szolga az anyagot nem eszközként használja, hanem célként. A teremtőnek az anyag az semmi más, csak eszköz. Érted? Csak és kizárólag. Gondolkodjatok el ezen, mennyire van szükséged a tudásra. Ha azt gondolod, hogy bőven elég, hogy az interneten itt ingyen tudáshoz jutsz, az nem tudás, ami az interneten ingyen van, az csak információ. Jó? De ha tanulni szeretnél, nálunknál kedvezőbben, hasznos, a mindennapokban használható tudáshoz úgysem fogsz jutni. Ez biztos. Jó? Úgyhogy várunk szeretettel mindenkinek. Nagyon jó tanulást kívánok, akik meg nem akarnak tanulni, azoknak nagyon jó szenvedést kívánok. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!
szépen!